sziasztok! A mai videóban szeretném veletek megosztani, hogy milyen ruhákat vettem az elmúlt, hát egy-két hónapban. A fele az ilyen rendelős, és a másik fele pedig rendesen boltban vásárolt ruha, és ez az első része egy nagy haul videónak, ugyanis a következő videóm értelemszerűen az a második része lesz, amiben pedig a kozmetikumokat, szépségápolásos termékeket fogom nektek megmutatni, csak egyszerűen nem fér bele egy videóba. Úgyhogy akkor kezdem is mondani először a rendelős termékekkel. Először is ugye rendeltem a CN Direct oldalról, és bocsánat, ha lenézek, csak oda vannak írva az árak, meg az infók. Először is itt van egy flannel ing, ami így néz ki. Ugye kék, piros, fehér kockás. $7.65 volt, tehát olyan 2120 forint, ami szerintem egy ilyen flanelingért nem olyan rossz. Ez ugye vastagabb anyagú, mint egy normális ing, és igazából nekem nagyon tetszik, még nem volt rajta, még nem hordtam, mert hát most azért hál' Istennek jött a melegebb idő, de remélem, hogy jól fog szuperálni, így minőségre jó minőségűnek tűnik, tehát azzal nincs probléma. A következő dolog az egy sima fehér ing, nincs benne semmi extra, így két zseb van itt a mellkas részénél. Ez $3.87 volt, tehát olyan 1070 forint körül van. Természetesen nagyon olcsó, és ezt sem viseltem még. Nem tűnik egyébként olyan jó minőségűnek, tehát itt már azért voltak kisebb bajok a minőséggel. Szerintem ettől eltekintve jó, tehát fogom hordani, csak nem tudom, hogy meddig fogja bírni. Ha most hirtelen egy kicsit másképp nézek ki, mint eddig, akkor az azért van, mert a következő cuccokat a nővéremnek rendeltem, úgyhogy most fogok elindulni a nővéremhez, és ezeket elvinni, és a videó többi részét csak utána fogom felvinni, úgyhogy ezért van az, hogyha most egy picit másképp nézek ki. Minden esetre a nővérem kért 2 darab ilyen toppot. Ezt most nem próbálom fel, mert hát ugye mégis csak az övé, bármint, hogy ettől függetlenül igazából felpróbálhatnám, de nem tudom. Tehát ez csak egy sima ilyen szürke top, semmi különleges amúgy sincs benne, és a másik az pedig ugyanilyen, csak hát ilyen dinnye színű. Illetve van még itt egy falmatrica, amit elég idióta módon küldtek el, tehát nem tudom, hogy falmatricát érdemes-e tőlük rendelni. Minden esetre ezek ilyen virágos falmatrica. És hát látjátok, hogy ugye így összehajtogatva küldték el, ami ugye nem igazán tesz jó a matricának. Ez sajnos elég idiótaság volt tőlük, úgyhogy a falmatricát én nem javaslom, hogy innen, inkább eBay-ről. Én onnan szoktam rendelni falmatricát. Úgyhogy ezeket kértem a nővéremnek, és akkor térjünk vissza, hogy miket kértem magamnak. Egyébként a falmatrica $1.73 volt, ami olyan 480 forint körül van. Igazából ennyi pénzért nem sokat veszíthetünk, és a toppok pedig $2.70 voltak per darab, és az pedig olyan 750 forint körül van. És szerintem egyébként, ugye én nem próbáltam fel a toppokat, de jó volt a minőségük, és szerintem 750 forintért bőven megéri. Aztán a Dressling oldalról itt van még valami, ami egy nagyon nagy csalódás volt, mert hát ez egy pulóver, de készüljetek fel, mert nagyon rondán néz ki, és esküszöm, hogy a képen nem így nézett ki. Ez a pulóver így néz ki. Hát ugye láthatjátok, hogy kicsit furák a színei, a képen mondom nem így nézett ki, ez egyáltalán nem ilyen elég élénk feltűnő narancssárga szín volt, hanem valami szép szín, tehát hogy a lényeg nem ilyen színű a termék a képen, úgyhogy ez egy becsapós termék, erre nagyon figyeljetek. Egyébként a pulcsi $5.99 volt, ami olyan 1660 forintnak felel meg. Ráadásul szúr is. Vannak rajta ilyen hát minőségi problémák ezen is. Ez nekem egy nagyon nagy csalódás volt, erre figyeljetek oda. És akkor az utolsó ilyen rendelős dolog, az egy ilyen szívecskés ing,
Ami viszont nagyon tetszik. Már hordtam vizsgán, meg is dicsérték, úgyhogy ez az ing, ez nekem nagyon bejött. Ez egyébként $5.90 volt, ami olyan 1635 forint átszámítva, úgyhogy szerintem azért ez tök jól megéri. Annyi probléma volt vele, hogy van rajta egy folt, valahol egy ilyen pici, ilyen barnás folt, ami hát így kaptam, és nem is jött ki belőle a mosás után. Itt van, meg is mutatom. Tehát itt láthatjátok, hogy itt van egy kis folt. Ez az alján van az ingnek, és én betűröm az inget, úgyhogy szerencsére nem látszik, engem az annyira nem zavar, de azért mégis. És akkor most áttérek a Bershkában, H&M-ben, Pull&Bear-ben, Zarában vásárolt dolgokra. Nem fogok sorrendbe menni, csak ahogy ide le vannak rakva a ruhák. Például ez itt az első, ez a Zarából van, és szintén egy ing, most egy kicsit így rákaptam az ingekre, egy fehér, világos rózsaszín csíkos ing, amiben ilyen kis vasmacska minták vannak fehéren, nem tudom, hogy mennyire látszik, de ez az ing nekem nagyon-nagyon-nagyon megtetszett, egy picit hosszított a fazonja, nagyon-nagyon jó minősége van, jó az anyaga, nagyon jó anyaga van, és nekem ez iszonyatosan megtetszett, hát az ára az kevésbé tetszett meg, ugyanis 8000 forint volt, de egyszerűen nem tudtam ott hagyni, mert ez nekem nagyon-nagyon tetszik, és mondom, most egy kicsit így elkezdtem hát ingeket gyűjteni. Van itt egy dolog a Bershkából is, méghozzá ez a bikjegeres felső, ami nekem nagyon-nagyon tetszik, mert hát nem csak azért, mert bikjegér, hanem azért is, mert így nem tudom, a mintája is tök jó, meg tök jó a színei, ugye világos rózsaszín, ilyen mentás, kékes, nagyon szeretem ezeket a színeket, és nagyon tetszik ez a felső, ami egyébként 4600 forint volt, tehát azért ez elég húzós, nagyon sokat hezitáltam, hogy megvegyem-e vagy se, de végül felpróbáltam, és nagyon-nagyon megtetszett, úgyhogy hát nem tudtam ott hagyni ennyi pénzért sem. Voltam a Mangóba is, ami fura, mert egyébként én nem szoktam a Mangóba vásárolni, de valamelyik nap így bementem, és aztán volt pár ruhadarab, ami megtetszett, úgyhogy el is hoztam. Például még egy Mickey Egeres póló, ami nekem igazából az írás volt, ami így nagyon megfogott, és az íráson belül is csak annyi, hogy Forever Young tulajdonképpen, meg persze hát Mickey Eger, ami még azért elég sokat hozzátesz, és ezt már nagyon sokat hordtam, ez is 4 és 5 ezer forint körül mozgott, úgyhogy ez sem volt olcsó, és egyébként azt muszáj elmondanom róla, hogy már kiukadt két helyen is, ilyen nagyon pici lyukak, de hát azért mégis. De nem akarom visszavinni, mert tudja, hogy nincs már ilyen, úgyhogy inkább így is megtartom, mert tényleg nem feltűnőek a lyukak. És aztán a másik dolog, az egy sima fekete rövid nadrág volt, ami hát 6000 forint volt, mert 5995. Én elég nehezen találok magamnak rövid nadrágot, ezért nagyon kevés is van. És fekete nem is volt, és úgy voltam vele, hogy hát ez így tetszett, felpróbáltam, így viszonylag jól is állt, és akkor jó, hát megvettem. És még egyébként ez sem volt rajtam, mert ugye látjátok rajtam a címke, fura lenne, ha címkével mennék ki. Nagyon-nagyon tetszett, és most is tetszik, nagyon jó az anyaga. Az utolsó nagyobb kis csomag az H&M-ből van. Vettem, hát nem tudtam ott hagyni ezt a My Little Pony-s kis hát a bugyit. Három darab van benne, az mondjuk elég szomorú, hogy csak az első ilyen My Little Pony-s, a másik kettő az egy sima sötétebb szürke és egy sima világosabb szürke, viszont ez az egy darab elég nagy dózisban nyomja felénk ugye a My Little Pony-t, de nagyon megtetszett, és hát viszont elég drága volt, mert 3000 forint, de nem tudom, ez annyira én voltam, hogy muszáj volt elhoznom. Ezen kívül vettem még 5 darab ilyen mini zoknit, ugye tudjátok, ezt slip-onra is fel lehet venni, meg ilyen rövid tornacipőkhöz nem lóg ki ez a kis zokni, és ez 2000 forint volt, 5 darab van benne, szerintem jó. Aztán itt van még 5 pár zokni, szintén az H&M-ből. Aki követ Instagramon, az láthatta, hogy kiposztoltam ilyen rikító színű zoknikat, nos hát meg is vettem, és hát ezek sem ilyen rikító színű zokni,
technik, tök jó, nekem nagyon tetszik. Egyébként a sportrészlegnél volt, mert ugye elvileg jól, jobban felszívja a nedvet. Azt hiszem ez is 2 vagy 3 ezer forint volt, és nem tudom, én nekem nagyon tetszik, hogy ilyen rikítók, nem tudom, szerintem tök munkás. Beszereztem még 2 darab ilyen bandót, ami, hát hogyha ilyen nagyon kivágott felső veszek fel, az alá kell nekem ez, hogy mégse azért a melltartó látszódjon ki, vagy nem tudom, és ez 2 darab, és 2000 forint volt, úgyhogy szerintem tök jó áron van. És az H&M-ből is sikerült beszereznem egy ilyen nyári pólót, méghozzá egy ilyen csupa-csupszos póló, ami szintén az én színeimből van összeállítva, és ez egyébként a gyerekosztályról van, méghozzá az elvileg 10-12 éveseknek való, az, ami jó rám. 2000 forint volt. És hát nem tudom, nagyon megtetszett, egyébként csillog is, az nem tudom, mennyire látszik a kamerában. Ez volt már ez a videó, nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek. A következő videóm a holnak a második része lesz, ami a szépségápolásos termékekkel fog foglalkozni. Bármi kérdésetek van, írjatok nyugodtan, a ruhákhoz a linket majd lent az infoboxban megtaláljátok. Nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, sziasztok!